Másfél hét alatt negyedik mérkőzését játszotta, közben Bulgáriát is megjárt, Arkonik Alba Fehérvár, és a frissesség hiánya a Kaposvár ellen olykor a védekezésben volt tetten érhető. A vendégeknél a fiatal pár Márk kapta el a fonalat, tripláinak is köszönhetően az első negyed hajrájától folyamatosan vezettek is a kaposváriak. Az Alba ekkor még nem célzott jól kintről, inkább palánk alatt volt eredményes, de aztán a második negyedben változott a meccs képe. Bár még ennek felénél is a somogyiak álltak jobban, de Chambers vojvoda és Diki kosaraival folyamatosan tapadt ellenfelére, majd fordított is az Alba. Roberts utolsó másodperces triplájával 3 pontos előnnyel mehettek szünetre a fehérváriak, a harmadik negyedben pedig úgy felpörgették a tempót, hogy azzal nem tudott lépést tartani az ellenfél. 48-48 után egy 17-0-ás rohammal nem csak megelőzte, de véglegesen le is szakította ellenfelét Alejandro Zubiaga csapata, amelyben ekkor minden alapember hozzátett a támadások sikeréhez, közben pedig védekezésével is megoldhatatlan feladat elé állította a Kaposvárt az Alba. Ebben a negyedben 33 pontra csak 11-et kaptak a fehérváriak, így biztossá vált, hogy 8. győzelmüket is behúzzák a bajnokságban. Azért még a záró játék részben is nőtt a különbség, Roberts különösen elkapta a fonalat és legjobb fehérvári meccsét zárta. A végén 100 fölé jutott a csapat, 105-77-es győzelmével továbbra is veretlenül vezeti a bajnokságot, egyben legnagyobb különbségű sikerét aratta az idényben. Az első fél időben fej-fej mellett haladt az eredmény. Nagyon jól játszottak szerintem csapatszinten. Próbáltunk már az első perctől kezdve egy agresszív letámadó védekezést csinálni. Úgy látszik ez a harmadik negyedre jött ki. Talán egy kicsit váratlanban jöttek ki a fél idő után, és jó védekezések után tudtunk gyorsan futni. Talán ez lehetett a kulcsa győzelemhez van. A korábbi zsúfolt program után a héten csak egy meccs vár az Albára, az első győzelmét a 8. fordulóban megszerző atomerőmű vendégeként Pakson.